Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, channeling a Bibliából. Tegnap és tegnap előtt említettem azt, hogy ha becsukom a szemem, akkor látok egy képet, olyan, mint egy képes lap, és ez a kép nem mozog. Ezt én még soha nem éltem át, de így pár napja kapom ezeket az üzeneteket, mint például a mai napon is. Én úgy érzem, hogy ezek a képes lapok, ezek az üzenetek nem csak hozzám szólnak, hanem esetleg hozzád is, és én beszámolok arról, ha van ilyen üzenet, hogy mit látok ezen a képen. A mai napon egy virágmező volt, olyan nagyon színes, vidám, gyönyörű, olyan icipici kis virágok. És a virágmezőn volt egy keskeny út. A virágmező alatt, ott bal oldalon volt egy színes kacsa, de nem élő kacsa, hanem ez olyan volt, mint egy porcelán kacsa. És a formája az hasonló volt, mint amikor így pénzt dobunk be, és így gyűjtjük a pénzt, tehát volt egy nyílás a kacsán, ahol pénzt lehet bedobni. Tehát ilyen spóroló kacsa. És mit jelenthet ez a kép számomra? A szépséget, egy szép környezetet, egy kreatív tevékenységet, és ez a porcelán kacsa, ez utal a művészetekre, de mivel ez egy ilyen spóroló kacsa, tehát itt anyagiakról is van szó, lehet, hogy a művészetek által lesz bevétel, vagy fontos az, hogy most spóroljunk, hogy ebből a pénzből a későbbiekben ki tudjunk alakítani körülöttünk egy gyönyörű, szép környezetet. És hogy mit jelent számodra ez a kép, vagy hogy értelmezed, hogy látod ezt, természetesen leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. És most kinyitom a Bibliát, nem tudom, hogy mi az üzenet, hiszen ugyanúgy, mint a képeknél is, itt sem tudom ezt befolyásolni, én csak azt tudom közölni, amit én kapok. Tehát én is kíváncsi vagyok a mai üzenetre. Van valaki a távolban, aki gondol rád érzelmekkel. Ezt a kapcsolatot nem kell feladni, hiszen közeledni fog hozzád, lesz majd egy üzenet. Ami az anyagiakat illeti, lesz bevétel. Van valaki a környezetedben, aki elmondja a titkait. Te oda fogsz figyelni erre, meghallgatod azt, hogy mit közöl veled, és te adsz tanácsot, ennek lesz egy ilyen megnyugtató hatása.
Valaki meg akar ajándékozni téged. De te is aktív leszel, hiszen meg akarod valósítani a terveidet. A közeli jövőben megkapod mindazt, amire szükséged van. Meglátod, csoda fog történni veled. A háború, ez a harc még folytatódik. Itt nagyon sok pénzről van szó. Te ezeket az eseményeket nem tudod befolyásolni. De vannak már tárgyalások úgy, hogy ez a háború még eltart egy ideig, de be fog fejeződni. És ez volt az üzenet a Bibliából, és visszatérve a képre, amit ma láttam, mint egy képes lap, most jutott eszembe az a szó, hogy mit jelent ez a kacsa. Ez olyan volt, mint egy buksa, de porcelánból. És én kívánok egy szép napot, szeretettel, Dendera!